hogy az ellenzéknek azt az alapvető jogát, hogy obstruáljon a parlamentben, hogy használva a ház szabálya, hogy tiltakozzon valami ellen, ettől is megfosztja az ellenzéket. Ez egy több száz éves intézmény, amelyet most egy csalással, egy egyszerű csalással lesöpört az asztalról a fideszes többség. Az igazságügyi bizottság teljesen alkotmányellenes és teljesen házszabály ellenes döntése értelmében egyben szavaztatta azt a 2925 módosító indítványt, amelyet a napirendhez nyújtottunk be, amelyről 150 órán keresztül a Fidesznek szavaznia kellett volna, hogy megtanulja, hogy mit jelent plusz 150 órát dolgozni. Ehelyett a házelnök egyszerűen lesöpörte az indítványt az asztalról, sőt még azt az ügyrendi indítványt is, amelyet tettem, hogy szavazógéppel erősítsük meg a 2925 indítványnak az elfogadását vagy elutasítását. Ahogy mondtuk eddig is, kiállunk a szakszervezetek mellett, tiltakozunk a rabszolgatörvénnyel szemben, és minden eszközt megragadunk annak érdekében, hogy a parlament ne tudja elfogadni ezt a törvényt, mert ez a munkavállalókat, a magyar munkás embereket szolgáltatja ki a multicégek számára. Már a napirend előtti felszólalásoknál világosan látszott, hogy Kövér László ideges ostoba házmesterként fog viselkedni a mai nap folyamán. Ez folytatódott természetesen a napirend kiegészítésekor is. Ráadásul nem pusztán arról volt, hogy az ellenzéki képviselők javaslatait nem támogatta a kormánypárti többség, hogy egyáltalán napirendre kerüljön, hanem Kövér László ez alkalommal már inkább az országgyűlési őrség mögé bújt, hiszen felsorakoztatta az országgyűlési őrséget. A plenáris ülésterem közvetlen bejárata mellette egyik lépcsőn álltak az őrség egyik fele, a másik fele pedig a Fidesz frakcióhoz közelebb eső bejárat belső részénél állt. A ügyeleti javaslatok arra is irányult, hogy távolítsa az őrséget, és ezzel ne félemlítse meg a bennülő ellenzéki és hát remélhetőleg kormánypárti képviselőket, mert az a tény, hogy az országgyűlési őrséget rendelt oda előzetesen Kövér László anélkül, hogy tudta volna mi fog történni a plenáris ülésteremben, azt jelzi, hogy a házelnök már arra készül, hogy erőszakkal távolítsa el az ellenzéki képviselőket javaslataik megvitatásakor vagy felszólalásakor a plenáris ülésteremből, és az elfogadhatatlan. Mi minden esetben a demokráciatta lehetőségekkel éltünk, Kövér László viszont azt gondolom, hogy régen-régen túlépett a házelnöki jogkörén, és most már leginkább tényleg úgy viselkedik, mint egy rossz minőségű házmester. Arról, hogy felsorakozott a parlamenti őrség a lépcsőn, én egyébként kitettem egy fotót, az elérhető a Facebook oldalon is. Nyilvánvalóan itt egy közös fellépés van az ellenzék részéről. Teljesen egyértelmű az, hogy a Fidesz kormánypártok rettegnek, pontosan tudják azt, hogy micsoda aljasságra készülnek most ezzel a törvénynek az elfogadásával, és ilyenkor erre mi a válasz? Erőszak. A Fidesz KDNP nem tárgyal, sem az emberekkel nem tárgyal, sem az ellenzéki pártokkal nem tárgyal, nem hajlandó most már a saját szabályait sem betartani, pontosan azért, mert az egyetlen eszköz, ami a kezében maradt, az az erőszak. Megpróbálnak minket kivezettetni, megpróbálnak minket elhallgattatni, megpróbálják az embereket elnyomni, de ezzel lépünk mi most fel, közösen kivonultuk az ülésteremből. Nem is fogunk a mai napon most már visszamenni, ez egy kabaré, ez egy cirkusz, nem vagyunk hajlandóak ebben a továbbiakban részt venni. Ahogy elhangzott képviselőtársaim részéről, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ennek a rabszolgatörvénynek a szavazását megakadályozzuk. Ha ne adj Isten a kormánypártok erőszakkal ezt átolják, akkor az Alkotmánybírósághoz és a Strasbourgi Bírósághoz fogunk közösen fordulni. Minden fórumot megragadunk, minden eszközzel élni fogunk annak érdekében, hogy ne hagyjuk azt, hogy emberek millióit rabszolgasorsban döntsék Magyarországon. Köszönöm. Lukács László vagyok, a Jobbik frakció igazgatója, és engedjék meg, hogy a Jobbik álláspontját is ismertessem. A fideszes többségnek, illetve magának a kormánynak is lehetősége lenne, hogy ezt az országot és ebben benne értve ezt a parlamentet is úgy működtesse, ahogy ezt valójában kell. Minden erő, minden lehetőség az ő oldalukon állt. Az ellenzék nem kért többet, mint hogy végre a házszabálynak megfelelően a kereteket kihasználva tárgyaljunk olyan kérdésről, ami Magyarország szerintem az egyik legfontosabb kérdés Magyarországon, a munkavállalóknak a helyzete. Ennek ellenére élve az erővel, élve azzal a hatalmi gőggel, amivel az elmúlt időszakban találkoztunk, nem adtak lehetőséget arra,
hogy az emberek hangját az ellenzék valamennyi pártja elmondja a parlamentben. Éppen ezért nem volt más lehetőség, mint hogy lemondjunk például a mai napon olyan lehetőségről, hogy Orbán Viktor személyesen kérdezik, hogy mit is gondol a repülőzéséről, illetve az új repülős ügyéről. Nem volt lehetőségünk az interpellációkat elmondjuk, de tettük mindezt azért, mert az emberek jövőjét meghatároz egyik legfontosabb témáról. A rabszolgatörvénykönyvről kellene valamilyen véleményt mondani. A kormány rossz irányba rohog, a Fidesz rossz irányba halad lefelé ebben az utcában, és nem volt más választás, és nem is lesz más választás, mint hogy az ellenzéknek egységesen fellépni ezzel a törvényjavaslattal szemben. A mai napon úgy gondolom az ellenzéknek hát most már lassan ott bent bábszínházás irányú előadásban nem fognak részt venni. A Jobbik is úgy döntött, hogy ehhez nem fog asszisztálni, és a Fidesznek nem asszisztálni. Ezt köszönöm szépen. Az elnöki álláspontját is ismertették. A vitában is elhangzott, hogy a napirend előtti hozzászólások vitájában, hogy ez egy olyan kérdés, ami az egymástól egyébként nagyon sok kérdésben eltérő vélemény képviselő ellenzéket egy távolba sodorta. Tehát itt nem volt szégyen egyetérteni különböző ellenzéki pártok között. Tudjuk azt, hogy, és ez egyáltalán nem tudás azt mondani, hogy a legsúlyosabb, legveszélyesebb törvénye most ez a ciklusnak, ez a bizonyos rabszolgatörvény. És maga az eljárás is megkérdőjelezhető, tehát az eljárás jogszerűség is megkérdőjelezhető, amilyen eljárásban ezt a Fidesz a ház elé behozta, és amilyen eljárásban ezt a úgynevezett vitát megpróbálta lefolytatni. És a mai napon pedig egy egészen döbbenetes esetre került sor, gyakorlatilag káoszban fulladt az országgyűlése, tehát nem lehetett tudni, hogy éppen mi történik az országgyűlés falai között. Én ügyrendben kértem Kövér László levezető elnököt, hogy szakítsa meg az ülést és hívja össze azonnal a házbizottságról, és egyáltalán lehessen tisztázni, mi történik. Konkrétan az MSZP frakcióvezetőjétől egy érdemi javaslat, egy érdemi ügyrendi módosító javaslat hangzott el, de még azt sem lehetett tudni, hogy ez hivatalosan hangzott el, egyáltalán be volt-e kapcsolva a frakcióvezető úr mikrofonja vagy sem. Házvezető elnök úr, Kövér László elnök úr, gyakorlatilag az ellenzékbe, és ezt is német tűrt, hogy az ellenzék így van csak, az ellenzék tulajdonképpen egységesen német kivonul, mert így gyakorlatilag a demokrácia fekete napjának voltunk a tanúi, káoszba fulladt az országgyűlés, és ez úgy látszik, hogy a kormánypárti többséget és a vezető házelnök urat tökéletesen kielégítette. Én is azt tudom mondani, hogy egy olyan törvényjavaslatról van szó, aminek az elfogadásának a megakadályozása egy nemzeti ügy, ezért arra szólítom fel mindenkit, ellenzéki pártokat, szakszervezeteket, érdekképviseleteket, hogy ebben az ügyben, ebben a nemzeti ügyben tudjon kialakulni egy erőteljes, hatékony együttműködés, hogy meg tudjuk akadályozni és szerve az országgyűlés ezt a gyalázatos törvényt elfogadni. Én egy mondatot szeretnék ehhez hozzátenni, méghozzá az, hogy önök itt nem magánembereket látnak, hanem megválasztott képviselőket. Mi embereket képviselünk ebben az országgyűlésben, és ami itt történik és történt, az nem velünk történik, hanem azokkal a tömegekkel, akik ellenzéki pártra vagy ellenzéki képviselőkre szavaztak az országgyűlési választásokon. Nem csak az ellenzéki képviselőket hallgattatták ma erre a magyar országgyűlésben, hanem az ellenzéki szavazókat is. Azt gondolom, hogy a történteket így kell értékelni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.